Ez a vlog lesz innen a valahol a magyar román határnál az ajta után. Ugye akkor eddig sikerült eljutni, és itt ez itt lesz szerintem a vasúti töltés. És innen már föl vannak szedve a sidek, majd visszamegyek arra fel, ahol idáig eljöttem. Ott még a susnyásban még látszanak a sinek is. És akkor még szerintem a töltésen túl még elnézek, mert nagyjából valahol ott lehet a határ. Mondja, hogy... Vagy lehet, hogy már ez az. De még van idő a vonatig, úgyhogy ráérünk. És a vasút az arra ment ott tovább, balra. Ott valahol. És szerintem ott lesz a határátkelő. Lehet, hogy az ott már a határkő. Mindegy, ezt megnézzük. És nem lenne jó átmenni a román oldalra. Mert hogyha határőrök elkapnak, akkor az gáz. Arrafele van az ajta, onnan jöttem. Akkor azt még megnézem. Szerintem. Aztán majd átváltok a térképre és megnézem, hogy hol a határ, mert ez még szerintem nem az. Vagy mégis. Lehet, hogy ez a határkő. De nincs rajta jelzés. Szerintem jól, mert ez lesz akkor a határ. És innen már úgyse lehet követni a vasutat szerintem. Mert benőtte a gaz, azért ezt még megnézem. Kicsit később. Itt lehetett a vasút, de itt már semmi nyoma nincsen. Se kavicsát, se sinek, semmi, de... De valahol itt vezethetett. Ennyi. És ugye... Ugye kimászok innen, és akkor van egy földút még, azon még valameddig el lehet menni. Idő meg van, mint hogy miért ne menjünk el. Itt van. Itt már közel van a határ. De ezt még a térkép is úgy jelzi, hogy ez még Magyarország, úgyhogy semmi probléma. Mint ott nagyjából, ahol az a töltés van a végén, szerintem ott lesz a határ. Mindegy, hát majd megnézzük. Ez volt a vasúti töltés. Ez biztos, hogy a vasúti töltés volt. Látszik is. Hát mondjuk sinek azok nincsenek. De hogy ez a vasúti töltés volt, az ziher. Erre ment a vasút. És nagyjából szerintem ez az a pont, ameddig be lehet járni. És ugye nem is a sinek mentén, csak itt a susnyásba végig, meg itt a bozótosba. Arrafele sincs semmi. Itt pedig már vége. Hát talán még ott arra el lehet menni. De már gyanúsan közel van a határ. Itt azért azt is figyelni kell, hogy hol van a határkő. Ugye ekkora bozótból nem biztos, hogy észreveszem. Itt egyébként igen, arról jöttem idáig. Na jó. Hát majd még ott visszakapcsolom a kamerát, de közben itt vagyunk. Töltés az valahol itt lehetett, de már elszántották, úgyhogy nem látszik. Itt meg a gaztól nem látszik. Még erre megnézhetjük, mi van. Mondjuk el vissza. Jön a vonat. Azt még... Ameddig lehetett, elmentem, de utána már... Nem volt több értelme tovább, mert egyrészt már úgyse látszik semmi, meg ott már csak sűrűbb van, másrészt meg közel a határ. Nem volt értelme tovább menni. Most akkor mondhatom, hogy jövök visszafele. Itt van egy földút, ezen vissza tudok menni. Aztán majd, hogyha visszaértem oda, ahol letértem a töltésre, meg ameddig a sinek megvoltak, majd visszakapcsolom meg én, és még azt is meg fogom mutatni, hogy Zajtától meddig, mert addig még megvannak a sinek. Azokat követve jöttem be idáig is. Itt már csak a... Na, átváltok a másik kamerára. Tetszik a töltés. Egy helyen, de már nincsenek rajta sinek.
meg semmi felépítményt már szét leszették. A oldal töltés még megvan. Ez pedig már csak egy mezmezbe, csak egy sima mezőgazdasági út. Úgyhogy ez a valafele. De ott is az valafele jöttünk Zajta. Azt majd megmutatom, hogyha odafelé jöttem. Azt szerintem ott már jártam, mert mutattam is. De majd a töltés túloldalán. Megint. Hát tudom, mert errefele meg már magántelek. Itt van egy gyümölcsös. Itt jobb oldal, de az is már egy elkerített rész. Talán tőle, tehát ott már a vasútnak semmi köze nincsen. És egyébként Szatmár Németi az itt van egyébként egy pár kilométer odébb. Tehát max. Egy 10 kilométer is már ott jön, de hát lenne itt létjogosultsága a vasútnak, ha átjárna. Csak hát ugye itt nem tudom határ túloldalán, hogy áll a helyzet, de hát itt ugye ezt jó pár kilométert vissza kell építeni, meg itt azért elég rendes gyomírtást kéne végezni ahhoz, hogy itt újra vonat járhasson. Itt elég rendesen benőtte itt a gazdnál. Na esetleg, hogyha itt benézünk, talán itt még látszik a töltés. Nem. Nem látszik. De itt ment. Azért azt megpróbáltam, hát ha sikerül, de... De mindegy, hát ez egy ilyen nap volt, hogy fehér gyalmattal busszal jöttem át ide Zajtára, és majd vonattal fogok visszamenni. Ami szintén érdekes dolog még, hogy az a vonat, amivel majd megyek, egyébként körülbelül egy óra múlva jön, ez a 7 mérföldes, az az egyik leghosszabb viszonylat, így végmenetben szerint közlekedőbe. Tehát az közvetlenül megy Zajtától Budapest-Ugatig. És egy elég hosszú menetideje is van, meg elég hosszú távot is megy. Tehát ennél hosszabb viszonylag csak a nyári menetrendben van szerintem, amikor ugye záhajlón járnak a Balatonot, ott a Kergőt, meg a fürdős vonatok. Az lehet csak hosszabb ennél. De így nem nyári menetrendben, hanem így simán az ősszel életbe lépő módosítás, de biztos, hogy ennél hosszabb. Hát, vagy esetleg még a kampusz, ami ugye Miskolc-Szeged között beszél, de az se hosszabb ennél. Menetidőben biztos nem. Ez gyakorlatilag de tényleg ide az ország keletén legeldugottabb szegletébe jön, és hát innen megy. És valószínűleg szerelvény menetként fogja lehozni valami, mert a zajtai állomáson nincs semmi. Az előző menetben szerinti vonat meg már bejött és ki is ment, tehát nem is csak az van, hogy ott lehozza, aztán itt marad, hanem valószínűleg egy csörgő fog jönni két vagy három kocsival. És az szerelvény menetbe fog Máté Szalkáról ide lejönni. Vagy Fehér Gyarmatról. Szerintem inkább Fehér Gyarmatról. Ez közelebb van. És valószínűleg valamik Máté Szalka Fehér Gyarmat viszonylatta elküldik, mert egyébként ott volt a töltés arra. És ez még biztos nem a határpont, ezt még a térkép is egyértelműen jelzi, hogy innen még messze vagyunk. A határkövet se láttam. Töltés az valahol ott van. És itt lesz az majd valahol, ahol már a pozótba sineket is lehet látni. Hát igen, egyébként pont ez a része az országnak, ez a Szabolcs megye, meg itt pont ez a legeldugottabb részei, ahova tömegközlekedéssel nehéz lejutni. Fél napokat át kell utazni. De így most így a Most már az ajta fehér gyalmat vonal van, csak ezen a szakaszon, amit nem utaztam be, de most az is meg lesz ezzel. Amikor itt elviszi, mindjárt visszamegyek a töltésre. Erre már nincs semmi. Na jó, hát akkor majd visszakapcsolom a kamerát, akkor ha már ott vagyok. Fényel jöttem be. És itt el lehet menni a töltésig, ami még marad belőle. Aha, ott van. Nézzétek csak. Itt vannak a sinek. Ó, és ott jön a csörgő. Akkor ezt fog visszafele menni, na? Látszik, látszik? Nem látszik. Akkor majd én mondom, hogy van egy csörgő, és egy, kettő,
Hát legalább két kocsi, nem mindegy, majd később megnézem. Én akkor meg is azzal fogok utazni, úgyhogy ezt látni fogom. Akkor megmutatom azt a részét a hangoknak, hogy ugye itt még megvannak a sinek. Itt van. Látszik, hogy itt még megvan a sín. És egy picit tovább megyünk előre, még ott is megvan. És amit még majd mutatni akarok, hogy egy iparvágány is kiálkozik, még Máté szalapálmás után, így a földek fele. És ott itt valameddig itt a gazban még megvannak a sinek, aztán egyszer csak így eltűnnek. Tehát így kb. És azt lehet nézni, hogy hol vannak, plusz ameddig elsétáltam, addig is így volt, hogy nagyjából sasszra látszottak, hogy ott ment a töltés, meg hát egy helyen ugye azt is mutattam, hogy látszottak a töltések az mai. Úgyhogy ezt skubizzáltok. Itt végig itt a vágány. És majd azt mindjárt megnézem, hogy itt mellette az iparvágány, mert itt valahogy amelyik így elágazott vele. Darabig láttam a gazba, aztán így hirtelen nem mentem utána, hogy az megvan-e még. De aki látszik, hogy itt azért még maga a pálya megvan, meg ugye, betonalja, meg legalább 48-as sinek így ránézésre. Mindjárt keresek egy feliratot rajta, és azt is megmutatom, hogyha tudom, hogy milyen fajta sinek, de így ránézésre 48-asok. Azért alapos bozótiltás kéne itt is, hogyha ezen újra vonat akarna járni. Ezt a részét így megmutatom. Nem látszik. Nincs rajta. De legalábbis sehol nem látok feliratot a sinen. Na itt erre befele. Nem nincs ott semmi. Viszont mondom, hogy itt leágazott egy iparvágány valahol, az elején, és az is így tűnik el a gazban. De az látszik, hogy nem vezet sehova, mert amikor kimentem oda a nyílt telepre, ott se láttam. Na jó, hát akkor nézzétek. Errefele, na, itt már egy kicsit jobban be tudok menni, lehet, hogy itt meg lesz. Na nézzük, van-e valami írva a vágányra? Nincs. Nem. Ott arra talán még látni fogom a parvágány töltését, de nem látom. Akkor ott már az nem nincsen. Elképzelhető, hogy a külővágány lett volna a földek? Hát nem hiszem. Ezek csak vadak. De ott a kiágazás az amarrébb volt. Csak közben itt félszemmel azt figyelem, hogy látszik-e valami az iparvágányból. De nem úgy tűnik. Na majd itt bemegyünk, hogyha ha valahol, akkor itt. És egyébként vegyesen hol talfás, hol betonaljas ez a felhagyott szakasz is. Hát nem. Nem látszik. Jó, hát akkor meg megint elmegyünk az út. Na, ez mi volt? Ez valami állat, de milyen? Na majd a nézőim, valaki, aki ezt hallja, az megfejthetné. Ha esetleg vannak vadászok, vagy ilyenek, akik nézik, biztos hang alapján is megmondják, mert fölvenni nem tudtam, hogy mi volt ez. Lehet, hogy héja, vagy nem tudom, mi szokott így vízévisítani. Na, itt viszont talán meg tudom mutatni azt az iparvágányt, amiről beszéltem. Mert valahol errefele kavirnyázott befele, csak... Ah, itt van. Itt megy a sím valamerre. Jó, van még idővonatig, úgyhogy megnézzük. Most itt lépkedek a talpfákon, nem tudom mennyire. Ti nem látjátok, de én érzem. Aha, szerintem itt a vége. Itt van. És itt a vágány vége, szabályos földkúba. És az lehet, hogy csak egy kihúzó vágány volt ide.
De hogy minek? Na jó. Akkor legyen ide vissza. Ó, jön a csörgő, jön a csörgő. Nem, megmutatjuk, jön a csörgő ide. A körül fog járni. 321-es csörgő. Vagyis hát ez már hörgő. Ez a felújított verzió. Na mindjárt akkor erre fényképet is lövök. Itt van a csörgő. Akkor azt a körül fog járni, visszamegy a szerelvény másik végébe. És ott várja meg az indulást. Jó, kimászunk ide, és erről lövök is egy képet. És jó közel jött legalább. Csak nem látom, mert szembesült a nap a beállításokat. Majd innen esetleg. Innen jobban süti. Nézzük csak. Innen. Most a videóban nem tudom, mit láttok, de most a fotózása fontosabb. Ez az. Jó, megvan. Ha mindjárt vissza fog menni a csörgő, akkor azt még megvárom. Hát a korból is egy szépet. Kormoly. Nem. Jó. Ott a csörgő visszament. Oké. Hát akkor ez ennyi volt. Majd még itt az állomást, azt majd visszakapcsolom ott a kamerát, és akkor azt még azt nézik, mutatok nektek egy-két dolgot. Megy a csörgő a szerelvény másik végére. És ugye... Látjátok, hogy itt ezen a váltón ment át, tehát eddig van használva a pálya. Nagyjából. És ugye itt van még a... És egyébként érdekes, hogy az állomáson egyébként szolgálat nincsen, tehát most szerintem átjött a kalauz vagy egy váltókezelő a mozdonyvezetővel együtt, és ő dobta át a vasat a körüljáráshoz. Tehát egyébként itt állandó szolgálat nincs. Többi váltót meg szerintem lehet nem is használják már. Mecső. Hát most szerintem ez már ki is van szögelve. Nem? Nem, az csak egy darab drót rajta, de... Hát, né, hozzáérték, majd megmondják, de szerintem ez kiszögelve nincsen. De... Állítva sem mostanában lehetett. És ugye ott látjátok azt az iparvágányt, ami... Hát ez azért akkor lehet nem is iparvágány volt, csak egy szinta kihúzó. De mindjárt közelebb megyek, és akkor talán még ennél is jobban látszik, hogy ott az előtérbe ágazik ki, és itt arra fele tűnik el a bozótba. Azt már biztos nem használják igazából, szerintem itt a középsőt, meg ezt a szélsőt használják már csak. Aztán majd mindjárt csinálok egy képet a szerelvényből is. De ez már egy kicsit odébb lesz, mert most még egyre vissza kell mászni arra a másik, de ott. Tehát mindjárt közelebb megyek, és akkor tényleg jobban fogjátok látni, hogy ezt a vágányt követtem én. Mi itt kiágazik, ugye, hát ugyan az a susnya, meg minden itt már elég rendesen benőtte, úgyhogy arra ment. Itt lehet a susnyásba mászkálni, megint csak. De hát ez ilyen bozóttörős megoldás kell ide. És ez már maga is zajta állomás, hát mindjárt beírjuk. Ugye itt rendes. Talfás pálya. És itt a váltó, amit szintén nem mostanában használtak. Jó, mindjárt átérünk a pedonos részre. Ugye itt vasárnaponként megy csak ez a 7 mérföldes vonat Pestig, egyébként ez ugye nem közlekedik. De most már akkor legalább azt is elmondhatom majd, hogy ez is kibűvál, hogy ezzel a viszonylattal, mert végülis most ez a legegyszerűbb út visszajutni. Úgyhogy kimerítő egy hétvége volt itt utazgatásokkal. Úgyhogy jó lesz ez így. Én voltam Fehérgyarmaton is. Ott még sikerült lekapni egy pár buszt. Ugye, mert ott is volt idő a buszállomáson, meg Máté Szalkán rengeteg interpicit ott voltak félreállítva. Hát most igazából Máté Szalkáig nagyjából szerintem addig fogunk világosba menni, úgyhogy pont azon a részen, ahol nem voltam, tehát addig lehet gyönyörködni a tájba. Sőt, szerintem mivel a
utolsó kocsi így van, akkor a legutolsó kocsiba fogok felszállni, és akkor fel tudom tenni a kamerát a hátra. És akkor Máté Szalkától, vagy a faszt Zajtától Máté Szalkáig fel is tudom venni a vonalat. És ez így jó lesz. Ja, mutatok egy szelvényszámot, ha már így megtalált, az a 147-es, tehát akkor azt jelenti, hogy 14-es, 14-es így lehet, mert lehet, hogy Szatmár Németiből kezdték el annó szám. Gyorsan újra kezdtem, hogy tehát van a tavaszág szelvényezni, Szatmár Németiből kezdhették. És akkor azt jelenti, hogy kb. 15 km-re van a kezdőpontja, vagy hát a régebbi kezdőpontja volt Szatmár Németibe. Ezt azt mondja, hogy igen, tehát 1, 2, 3, 4, 5, 6 vagon van rajta. Ami az egész szép egy vonattól. És akkor majd mindjárt megmutatom a... Ezért igen, itt van a távol. Igen, valószínűleg van olyan kocsi, ami nem közvetlen. Itt az iránytáblán az van, csak pontosan a nap is nem látszik. De megmutatom, hogy az van, hogy Fehérgyalmat, Máté Szalka, Nyírbától Debrecen. Tehát szerintem az utolsó vagonok csak Debrecenig mennek. És csak az első pár megy végig. Vagy a másik az, hogy hozzácsapják Debrecenbe egy másik vonathoz, mert ott azért elég hosszú átsorgásunk van. Tehát lehet, hogy simán hozzácsapják az egészet úgy, ahogy van egy gyors vonathoz. Vagy nem is mindent, csak egy-két vagont belőle. Hát majd ez kiderül. De ugye elég hosszú kis szerelvény, úgyhogy szerintem ez a vlog ez ennyi lenne, mindent elmondtam, amit el akartam. Meg majd, de mondom, hát Edna kis vizény úrfalti kis szárnyvonalról nagyjából ennyit lehet elbeszélni. Ja. Aztán majd végig is fogjuk utazni megint a 7 mérföldessel. Ha szerencsém van, fel is tudom venni az egész utat. Majd Máté Szalkáig szeretném, mert addig valószínűleg még világosra fogunk menni, és a sikerülni fog. Hát a többit meg majd meglátjuk. Úgyhogy átváltok a másik kamerára, és akkor kicsit beszélek én is. Így itt a vonal, arra a vasútállomás. És hát, körülbelül még egy fél óránk van az indulásig. Addig még esetleg az állomás épületétől tudok nektek egy-két képkockát mutatni, de azt majd csak odébb. Nem tudom mennyi utas van majd, de ilyen mondom, az utolsó vagomba fogok amúgy is felszállni, és majd ott próbálok kamerázni. De, ja, nem jó. Na, hogy fogjam már meg ezt a szalat, hogy lássatok is valamit. Mondjuk így. Hogy arra vagyunk. Tehát ott mögöttem hátul van a legutolsó vagon. És ugye arra fele fogunk menni. És a 321-es csörgő lesz a gépünk. Meg ezek a viszonylag jó folytak, úgyhogy annak is csodálok, hogy nem posta BHV, hát annál minden jobb. Tehát az ilyen klasszik, ezek BKO kocsik. Hát azok még viszonylag kényelmesek is lesznek, főleg, hogyha ezzel kell utazni a nyugatiig. Úgyhogy ezzel még szerencsénk is van. Úgyhogy jó, hát akkor ez most hirtelen ennyi, akkor most itt lekapcsolom, majd maximum még az állomásra mutató képeket. Sziasztok! Na hát akkor sziasztok ismét, akkor mutatom magát a mozdonyt. Ezzel fogom menni, ez a 321-es. Hát, most ezeket már inkább nem csörgő, de ezek már hörgőnek hívják őket, mert ezek a 3-assal kezdődőek, ugye látjátok a pályaszámba, 3-assal kezdődőek, hát ugye remotorizálták, és hát ugye a eredeti pénztik motor helyet kapott egy közé, azt hiszem Caterpillar motorokat kapott, és ugye az a kicsit másabb a hangja, hát a klasszik csörgőnél majd lehet, hogy vágok be ide videót, mert azzal is találkoztam így délelőtt, ugye sokkal jelezetesebb hangja van, ezzel meg kevésbé, tehát ezeket inkább hörgőnek hívják, hát hallgassan egy kicsit, és akkor meglátjátok. Na, tehát ez a... És akkor maga az állomás az így erre van. Tehát most van valamikor 2 óra, és 45-kor fog menni a vonat. És akkor itt van egy épület még, ami az állomáshoz tartozik, de ez lakatlan. Le van deszkázva. És arrafele... Az szintén váltó van, de most már a körbejárás megtörtént, a jelző vörös, tehát nem megyünk még ki. 45 perc múlva indulunk. Megmutatom még magát az állomás épületet. Az utcafronti részén is van, de itt van egy melléképület, ebben van a WC. Azt is, ez csak azért mutatom meg, mert ez ilyen, hogy milyen EU-konform. Tehát ez itt
Még ez az épület, ez egész, ez mint a ki lett volna pofozva, tehát ez most így kinéz valahogy, de hát itt biztos kapott felújítás valamikor, de a WC-ben túl sok minden nem történt, tehát. Aha, látjátok? Igazi EU konform. Egy pottyantós ide ki. Yeah. Na akkor most gyengébb gyomorban nézem neki, de. De ez itt egy pottyantós ide ki. És ez a szenszor, de ez egy ilyen vájús pisálda. Hát fényesen a célnak végül is megfelel. Egyébként ez a vonal 2007-től vagy 2009-től be is volt zárva egy ideig. Aztán 2010-ben nyitották újra. És most már van egy értelmesebb kiszolgálása, és nem csak napi két vonattal, mint hogy újra nyitották. Ez egy mondhatna, hogy viszonylag pozitív példa, hogy azért még azért vannak vonatok, plusz belakták ezt a közvetlen Budapestet, ami szintén nagyon jó ötlet. Tehát ez maga a menetrend most. Hát most épp most vágányzári? Ja, igen, igen, azért vágányzári, mert van olyan vonat, ami ugye, mert Püspökladány megy, de Debrecen között részleges vágányzár van, mert pályaépítést csinálnak. Jó, akkor megnézzük az utcafrontot. Azt mondja, hogy neki jövök. Hát ugye ez ide vezető út, ez itt nagyon a falu szélén van az állomás. Tehát így, mint látjátok, tehát a ott ugye az út végén, ott elfordulunk jobbra, ott van egy vasúti átjáró, ugye hát, ja, persze nyilván Besidek mellett vagyunk, tehát van, és attól befele egy olyan 500 méter az a falu központja. Annyira nincs messze, de lényeg, és akkor ez maga az utcafront épülete az állomásnak, hát itt OSB lap, tehát nyilván zárok benyomás, szerintem itt volt valamikor egy szolgálati lakás, csak ezt nem használják. Vagy éppen nincs kiadva senkinek, vagy nem, hát nem tudom, hogy miért nem. De ez valószínűleg szolgálati lakás volt végebben. És akkor mindjárt megmutatom a várótermet, hát de még legalább szemetes van, hát az kezdetnek jó, és hát ő is egyébként a regionális tartozik, tehát ilyen kedvezményes menetdíj kell. És akkor ide bejövünk, ez a várótelem. Hát leginkább a festék használták. Ez ugye semmi pad. Én azért legalább WC-nek nem használta senki, mert az ilyeneknél még azt szokott fogást tenni, és valaha itt volt a pénztár szerintem. Ez szintén, igen, ez volt a pénztár. Ez szintén egy OSB lap. Simán, de hát itt egy kiadás már régóta nincsen, tehát ez a tipikus, hogy a vonaton pótdíj nélkül kiadja a kalauz a jegyet. És ott vagyunk még, 14:43-kor fogunk menni. Viszont ami érdekes, hogy 20 perccel később megy egy fehér gyarmat fele. Tehát mondjuk azért ez a medet rendse semmi, mert látjuk, hogy 11:15-kor indul egy, ezt a 3 óráig semmi, és 15:07-kor meg megy egy fehér gyarmatra. De hogy minek? Az már... És ez pedig nagyon szerelvény, mert beutasokat nem szállítva. És itt van az érkező, és hogy 11:02-kor bemegy, aztán utána egy darabig semmi. 02-kor jön egy fehér gyarmatról, ez valószínűleg egy BZ, csak simán. És aztán még 56-kor, meg 18:50-kor van, de... Tehát is simán van ez a... Ja, mert ez nem közlekedik, az a 27-es, az nem közlekedik, tehát akkor nem jön. Tehát egyébként van 6 vonat per nap, és a 15:07-es helyett megy 14:43-kor a 7 mérföldes. Tehát igazából napi 6 vonatpár van, ami egyébként egy viszinális vonalon nem olyan rossz. De itt is ezek a menetrendi lubak, hogy ugye 5:15, 7:23, de utána 4 óráig semmi, meg utána megint 3 óráig semmi, tehát ez így nem a legjobb. Tehát akkor lenne mondjuk a stabil 2 órás ütem, az valami kínálatban sokkal jobb lenne. És ez maga, ez volt a forgalmi iroda régebben, szerintem ez zárva van. Be is van rácsózva, szerintem be is van zárva, igen. De ez volt a forgalmi iroda, hát igen. Különböző közművezetékek. Egyébként a villany be van. Mi is már villanyse bevezetve, úgy látom. Mert a villany az itt megy, és de be van csak földkábellel. Viszont a várótelenben se konnektor semmi nincs, így
hiába más meg most nem használja. Úgyhogy ez... Ugye majd arra vissza kell menni, ott lesz a vonat, de van egy közkút, legalább az, legalább víz van. Remélhetően, ma mindjárt megnézem, és akkor feltöltöm a ivóvízellátmányomat, mert hosszú lesz az út, de egy-két itt van maga az állomás épület. Két egész szépen néz ki. Hát most az más kérdés, hogy mennyire, tehát igazából várót nem is annyi szolgálat megszűnt, akkor neki kiszedték az ajtót, aztán ne itt van. Kivitte gondolom minden padot, ilyesmit, bereszkázták a többit. Végül is kb. Annyit ilyen ilyesébb álló, viszont azért mávlókig megébe gond, hogy az állomás névtáblák kicserélték el, de az azért mávos dizájnra az addig oké, de oda lebasztak még egy táblát, csak is simán ad és kívül, hogy zajta. Hát minden, inkább kétszer legyen kívül, mint egyszer sem, de ennek is sok értelme nincsen. Úgyhogy na jó, hát akkor sziasztok, akkor szerintem ennyi lett volna. Szépen oda elbattyogok a vonat végére, felszállok az utolsó vagomba, és várom az indulást, mert nagyon más nincsen. És majd még a vonatról jelentkezem, mert most még utasok sincsenek, úgyhogy ingyenőre. Igen, mert most én csak egy remélemedben ideért, de mire ez kifogja. Tehát azért van még az indulásig bőven, tehát aki innen helyből szeretne utazni vele, az nem fog ilyen korán kijönni, az megvárja az indulást. Inként egy olyan körülbelül 10 perc alatt ugye a falu központjából ki lehet ide gyalogolni, nem egy nagy vasszizdat, sőt, lehet, hogy még annyi se volt. De tényleg nagyon gyorsan kiértem. Nyilvánvalóan ugye ott áll meg, ott jött be a busz is ott hátul. A bekötő útnál, aztán ott pont ott az önkormányzati, vagy mert milyen a polgármester hivatal előtt állt meg. És akkor onnan igazából így legyenesen kellett idáig jönni az átjáróig, aztán meg balkonyal, azt már itt is vagyok. Itt a biciklis része, és ott már az utolsó előtti. De mi az utolsóba megyünk, hogy a szélvédőre fellakossuk a kamerát. Úgyhogy akkor egy ilyen ennyi, sziasztok, majd még a mondatról lehet, hogy fogok jelentkezni. Most még, mondom, utasok még nincsenek, mert még sok idő van az indulásig, úgyhogy még nem jöttek ide. De ezek a jó kis felújított kocsik, tehát most ezt sikerült kifogni. Mindjárt csinálok egy pár képet, hogy mivel fogok utazni. De ezek a jó vagonok, tehát ezek kényelmesek és minden, ezek jól fel vannak újítva, de... Jó, nem posta BHV, nem klasszik BHV, ez most is sok mindennél jobb, és akkor... Ja, csak átváltom a kamerát. A vonaton már az indulást várjuk, és ami jó, végig már, hogy az itteni vegyesboltban egyébként nem sok volt, ahol a kaját vettem, volt csiki krémsör. Végre, égen földön kereste mindenhol, szinte sehol nem lehetett kapni, hát itt van. Csiki krém. És akkor... Hátulján felad azt, hogy mi itt a csiki sörnél büszkék vagyunk arra, a sörfőző mesterünk vitathatatlanul Kárpát-medence egyik legjobbja. Fogyassza ezt a kézműves sör személyes ajánlásával, közel fél évszázad munkája van benne. Simon fi Árpád székely sörfőzőmester, hát reméljük, hogy jó lesz. És vettem egyet, hogy csak azért, hogy kipróbáljam, megkóstoljam, mert no, ilyenfajta csikit még nem ittam. Úgyhogy hát akkor egészségetekre, majd akkor ezt szerintem még a vonat indulás előtti megiszom. És akkor majd lehet, hogy beszámolok róla, hogy milyen volt egy utólag. Hát vagy nem. Ja, akkor erre felesült a nap, de hát nem tudok most úgy állni, hogy ne süsse, mert pont onnan szemből jön. Viszont ez a legjobb helyem, hogy kamerázásra. Úgyhogy ezt fogom befoglalni. Úgyhogy szevasztok!